Bele is kezdünk a csütörtöki sztereóban itt az otthon hangján. Nagy szeretettel köszöntöm a ránk hangolódókat, Balogh Feri a mikrofon mögött, és külön köszöntöm a Facebookon minket figyelemmel kísérőket, a 17 órás ismétlés hallgatóinak kellemes délutánt, és nagy szeretettel köszöntöm stúdiónkban Petrányi Tamást, új lengyel polgármesterét. Szervusz, köszöntelek! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm én is a rádió hallgatókat is. Vágjunk is bele, nyilván az egyik fő vezérfonal az a tegnapi képviselőtestületi ülés és az azon történtek, de még mielőtt ennek témáiban, napirendjeibe esetlegesen elmélyednénk, úgy általánosságban gondolom az energiaválság nálatok is különböző intézkedések meghozatalát követelte, illetve nyilván ilyenkor felmerül a kérdés, hogy milyen szerződéseitek vannak az esetleges szolgáltatók. Tehát meddig vagytok biztonságban, hogy úgy mondjam, ti is jövő év végéig bírtok jó szerződéseket, nem? Nem. Sajnos nem, és akkor most éppen ez a végső menedékes megoldás, vagy milyen módon van szerződésetek szolgáltatókkal? Jelenleg a mai napon végső menedékesben vagyunk földgáz és áram tekintetében is, és ugye a következő évre több döntési lehetőség volt egészen a tegnapi napig, ugye vagy az volt, hogy az ember marad a most a végső menedékes szolgáltatónál, vagy pedig len kilép a versenypiacra, ami akár lehet ugyanaz a szolgáltató, mint aki mostani végső menedékes szolgáltatást nyújtja, vagy pedig egyéb versenypiaci szereplő. Hosszas megfontolások után, meg minek utána most már tárgyaltam a Magyar Villamos Művekkel, és az ő általuk alkalmazott árképleteket is megkaptam, ezzel relatíve jól látható a jövő évi általuk majdan megfogalmazott áraknak a nagysága. Ez alapján én azt javasoltam a képviselőtestületnek, hogy jelenleg nyilatkozattal ne érjünk. Ez annyit jelent, hogy abban a pillanatban január 1-től december 31-ig egy határozott idejű szerződés jön létre a mostani szolgáltató és az önkormányzat között. Azokkal a feltételekkel, amiket valójában december 14 és 16 között fog meghatározni a szolgáltató a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásával, és ugye minél több önkormányzat marad benne ebbe a pakba, annál nagyobb volument képvisel a tőzsdén a szolgáltató, annál jobb piaci helyzetet tud magának kiharcolni, és ugye azt már csak az árképletével korrigálva nyújtja tovább szolgáltatásként majd az önkormányzatoknak. Ez két dolgot feltétel, ez legalábbis így első gondolataim azok ezek. Egyrészt valaki nagyon jó tanácsot adott, hogy ne nyilatkozzatok, mert feltehetően ugye az, aki elkötelezi magát hosszabb távon, tehát egyéves távlatokban, az nyilván kockáztatja, hogy a piaci árak éppen lefele mennek, és ő már egy kialkudott magasabb áron vált, vagy vételez a szolgáltatótól energiát, illetve ez biztonságot is ad esetleges további növekedésre. De akkor neked olyan tanácsadóid voltak, akik azt mondják, hogy a világpiaci ár valószínű lefele fog tendálni? Nem csak ilyen tanácsadóim voltak, hanem ő egy hónapja én folyamatosan néztem akár a Hudexnek, akár a Cegesznek a határidős grafikonjait. Azt kell látni, hogy a jövő év elejére, első két negyed évére a mostaninál szinte alacsonyabban köthetőek az energiák, alacsonyabb áron, az év második felére magasabban. De ennek semmi más oka nincsen, mint hogy oda a szolgáltatónak, hogyha az év második felére köt le energiamennyiségeket, nagyobb letéti díjat kell, hogy befektessen. Ez a szolgáltató részéről egy likviditási problémát okoz, és ezt be is árazza, ugyebár, és ezek a magasabb terheli, igen, tovább terheli a fogyasztóra. Tehát éppen ezért én elején úgy gondolkoztam, hogy próbálkoztam azzal, hogy az év első negyedévére kössünk le most csak egy szerződést, és utána meglátjuk, hogy december 16-án milyen lesz az az ár, ami majd egész évben mondjuk egy határozott időre egy adott fix ár lesz, és akkor majd utána, az első negyedév után eldöntjük, hogy visszalépünk-e vagy sem, viszont ilyen lehetőség sajnos nincsen. Tehát most kellett a döntést meghozni tegnapi nappal, hogy milyen irányba haladunk. Egyébként ez villany és gáz tekintetében is. Mind a kettőben, igen. De egyébként, ahogy így figyelgettem egy közbeszerzéseket tekintve, a két energiaszolgáltató, akár az MVM, akár az Elmű, egymáshoz nagyon-nagyon hasonló árakat adnak, csak egy ilyen 10 forintos eltérések vannak mondjuk kilovattóránként. Tehát igazándiból a versenypiacon is, hogy melyikőjük nyújtaná a jobb szolgáltatást, kategóriás különbségek nincsenek. Tehát nincs az, hogy mondjuk több 10 forinttal egy-egy kilovattóra változna, vagy valamelyik szolgáltatónál jobban járna az önkormányzat. Még mielőtt a jövő évre vonatkozó döntésekről, történésekről, akár pályázati kivitelezésekről beszélnénk, kicsit összegezzük a 2022-es évet.
Nyilván ez sem volt egyszerű, hogy a Covid két éve után most egy ilyen háborútól és energiaválságtól tarkított éven kellett valahogy túl lenni. És még tegyük hozzá azt a plusz hozadékot, ugye, hogy mi most már immáron két éve egy negatív 70 millió forintos költségvetéssel gazdálkodunk, amit eddig sikerült megoldanunk valamilyen szinten. Mindettől függetlenül a település fejlesztése az folyamatosan zajlott. Ugye az idei évben, ha emlékszem, egy járdaszakaszt tudtunk felújítani, és most éppen zajlik nekünk egy tornaterem felújítás pályázatunk, és egy bölcsőde építés pályázatunk is. Tehát mind a kettő az folyamatosan halad, mind a kettő a jövőbe véget fog érni. Úgy nézem, hogy a bölcsi pályázatunk az még függetlenül attól, hogy hónapokkal később tudtuk elkezdeni, a közbeszedés végén nem tudtunk szerződést kötni, ugyanis hiányzott hozzá egy 150 valahány millió forintos összeg a megvalósításhoz. Még ezt megkaptuk pluszban az állami költségvetésből. Addig álltunk, és amint megkaptuk ezt a plusz összegre az ígéretet, abban a pillanatban tudtuk elkezdeni a tényleges építést. Mindettől függetlenül úgy nézem, hogy olyan karácsony környékére már a bölcsőde falai azok állni fognak, és maga a határidő, ami az eddigi szerződésben április 28 volt, hogy addigra kell állni az épületnek kompletten. A vállalkozó úgy nyilatkozott, hogy részéről a határidő úgy néz ki, hogy tartható is. Hiszen neki is ez az érdeke, hogy ezt minél hamarabb megépítse, és megy tovább, és dolgozik máshol. Egyrészt, másrészt meg azért, mert gondolom az építőanyagárak napról napra növekednek, változnak, felfele mennek. Az építőanyagárak ugye az év elején, meg az év közepén felfele mentek, utána, ha jól tudom, a vasanyag az egy kicsit csökkenő tendenciát kezdett el mutatni, hogy éppen mai napon hogy áll ez. A mi szempontunkból teljesen lényegtelen, hiszen a közbeszerzés után a szerződést megkötöttük, ha drágább lesz az anyag, ha olcsóbb lesz az anyag, az önkormányzatnak már plusz kiadást nem okozhat. A plusz forrást akkor miért kellett igénybe vennetek? Tehát mi okozta, hogy a keret, az eredetileg elnyert összeg nem volt elég? Azért, mert az eredetileg elnyert összeget, ugye azt még két éve ezelőtt, amikor a pályátot benyújtottuk, akkori építőanyag árakra nyújtottuk be, a tervezői költségbecslés alapján azt nyertük meg. Ezek után, amikor idei évben valamikor a nyár elején a közbeszerzést elindítottuk, az építőanyagárak egyébként akkor voltak csúcson, és akkor 8 beérkező árajánlatból 4 volt érvényes, és a legolcsóbb is bruttó 150 millióval drágább volt, mint amennyi ténylegesen nekünk az építési soron volt ebbe a pályázatba. Megkaptátok a plusz forrást, folynak az építkezések, határidőt tart a vállalkozó, ezek nagyon jó hírek. Így van, ha így is lesz, akkor ténylegesen jövő év ősszel már az első csoport az beiratkozhat a bölcsödébe, és ott fog indulni az ő ellátások. Tegnapi események, illetőleg ezek az események kihatása vannak a jövőre is. Megyünk tovább témaként, tehát a tegnapi képviselőtestületi ülésen elfogadott helyi adórendeletekről, adókról beszéljünk. Említetted, hogy nem is egyet, többet is elfogadtatok, ami hát mostanság azért az ember felkapja erre a fejét. Igen, felkapja rá a fejét. Rögtön az elején szeretnék egy kicsit megnyugtatni, hogy a képviselőtestületnek nem szándéka az, hogy egy széles nagy kört nagy összegű adófizetésre kötelezzen. Itt inkább teljesen másra helyeződik a hangsúly, és szerintem jó, hogyha az egyes adófajtákon külön-külön végig megyünk. Ugye a településen eddig lenne a magánszemélyek kommunális adója volt bevezetve, éves szinten 4000 forintos adótételt, adóterhet jelentett ez egy ingatlan tulajdonosnak. A magánszemélyek közül 99%-ot továbbra is csak ez az egy adó nem fog érinteni. Ami egy változás, a helyi adók közül az építményadót és a telekadót vezeti be a képviselőtestület a következő év január 1-től, és azt mondhatom, hogy a mentességek úgy vannak meghatározva, hogy például a település belterületén, eleve a külterület ugye nem alanya neki, ugye a mezőgazdasági művelés alatt álló földterületek azok nem is alanyai, nem is tárgyai a telekadónak vagy az építményadónak, tehát azzal nem is kell foglalkoznunk. A belterületen pedig gyakorlatilag a sok ingatlannal rendelkező magánszemély az, aki alanya lesz, akinek nincs kettőnél több ingatlana, vagy ha több is van, ám de viszont öröklés címén szerzett többet, ő sem lesz alanya jelen esetben az építményadónak vagy a telekadónak. Ezen telkek és építmények méretei meghatározzák, vagy
számít a mérték? Az adó alapja igen. A teleknek vagy az építménynek a négyzetmétere, és ugye az adó mértéke az ettől függően változik. Építményi adó, telekadó, tehát ezzel kapcsolatban szeretnénk mindenkit megnyugtatni belterületen, igazándiból nem kell vele foglalkozni, külterületen egyes egyedül övezetek azok, akik alanyai lesznek, ez nem más, mint a jelenlegi majorságnak a területe, a gazdasági általános terület, ami a település északi oldalán 405-ösön túl van, és ezen kívül a gazdasági és kereskedelmi övezetnek a 2-es és a 4-es számú változata. Építményadó, telekadó, őket érinti. Ebből az építmény és telekadóból egyébként milyen bevételt vár az önkormányzat éves szinten? Ebből a két adónemből kell nekünk igazándiból az önkormányzat egyéb bevételeivel összesen a működésünket fenntartani. Tehát ezek ahhoz szükségesek. De mindezeken túl települési adó fajtákat vezet be a képviselőtestület. Itt ezeket kétfele bonthatjuk. Az egyik egy fejlesztés ösztönző adó lesz, az semmi másra nem szolgál, mint hogy a 405-ösön túli terület, az most jelenleg gazdasági általános övezetben van. Viszont ott évek óta nem történik semmi, holott az azért lett gazdasági általános övezet, hogy a településre oda tudjanak települni termelő cégek, akik munkahelyet adnak, stb. De mivel ott nem történik semmi, ezért ezzel az adóval a képviselőtestület ösztönözni szeretné az ottani tulajdonost arra, hogy most már vagy valamit lépjél, fejleszél, vagy pedig add át olyannak a kezébe, aki hajlandó fejleszteni és a település számára oda munkahelyet adó vállalkozásokat hozni. Tehát ez egy olyan adó, amely arra ösztönzi az egyébként még tevékenységet nem elkezdő, vagy nem olyan mértékben elkezdő cégeket, hogy vagy termeljenek, és ezáltal fizessenek a településnek különböző jogcímen bevételeket, vagy pedig adják tovább, és olyan termelőcég érkezzen, amely ezzel rendelkezik? Nem is cégeket, hanem itten magánszemély tulajdonosról, vagy tulajdonosokról van szó. És mondom, csak is a gazdasági általános övezet, ami ott a 405-ösön túl, annak az északi részén helyezkedik el, és gazdasági általános övezetben van. Uh-huh. Hiszen azzal a cél az, hogy ott helyet adjunk az a terület olyan vállalkozások számára, akik ott munkát adnak, a település lakosainak, vagy és vele párhuzamban mondjuk szerepet vállalnak a település finanszírozásában is. De mondom, semmi nem történik. Ez az adó arra hivatott, hogy ösztönözze ezt a lépést, hogy induljon el végre most már ott valami. Tehát a települési adónak az első adóneme az ez. A további adónemek pedig arra épülnek rá, hogy van Új-Lengyelben egy-kettő olyan ingatlan, ahol nagyon-nagyon sok vállalkozás, székhely, szolgáltatás vesz igénybe. És például ez sűrűség 1 és 2-nek elnevezett adónemek, az ott székhely szolgáltatást igénybe vevő vállalkozás az adónak a célpontja. Semmi más nem mond ezzel a település, mint hogy te idejöttél, és a helyi kedvező adó környezetet használod, azáltal neked csak hasznod van, de abból egy icipici részt, akkor fordíts a településre is. Tehát elvárjuk tőle azt, hogyha itt sok-sok millió forintot spórol, akkor egy pár ezer forintot a településre fordítson, szálljon be annak finanszírozásába. Én ezt székhelyadónak fogom hívni ezen túl, legalábbis így képes vagyok megjegyezni. Ebből milyen bevételt reméltek? Maga ez az adó nem így, ahogy ki van találva, ez még most meg kell, hogy állja majd a törvényesség próbáját. Ugye ez az alkotmány ellenesnek nem minősíthető, ugyanakkor itt a sűrűségadó 1 és 2-nél, mivel a vállalkozás az alanya, ugye a helyi adókról szóló törvényben a települési adó alanya e minőségére tekintettel a vállalkozó nem lehet. Itt a kérdés az, hogy mit ért a jogszabály alkotó azon, hogy e minőségére való tekintettel. Itt majd elindulnak a jogszabály értelmezési viták, ezt majd nekünk végig kell vinni. Ennek kivédésére a sűrűségadó 1 és 2 analógiájára beleépítettük a rendeletbe a címadó 1 és 2-t, ami annyiban különbözik csak az előző kettőtől, hogy az adó fizetése kötelezett, és az adó alanya külön választódik. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy vállalkozás székhely szolgáltatást vesz igénybe Új-Lengyelbe, ott az adóalanyát nem a vállalkozást tettük az adóalanyává, hanem a mögötte lévő
tényleges tulajdonos magánszemélyt. Ő az adó alanya, az adófizetésre kötelezett a vállalkozás, és egyébként még egy trükk van benne, hogy az adó beszedésére kötelezés nem más, mint a székhely szolgáltatást nyújtó vállalkozás. Aki pedig ott van. Aki pedig ott van, tudja, hogy kik vesznek tőle ilyen szolgáltatást igénybe. Tőlük az adót be kell, hogy szedje, az adó alanya ugye pedig ki van emelve, ő a magánszemély, aki vállalkozás tényleges tulajdonosa ott fönt. Ugye mondod, hogy a törvényesség próbáját azért ennek még ki kell állni. Előzetes normakontrollt vagy előzetes jogi állásfoglalást nem lehetett kérni? Nem, és nem is akartunk. Ugye a helyi önkormányzati rendeleteket majd a kormányhivatal meg fogja vizsgálni. Ha a kormányhivatal álláspontja az, hogy ez mondjuk alkotmányellenes, akkor azonnal az alkotmánybírósághoz küldi előzetes normakontrollra. Ha úgy gondolja, hogy egyéb jogszabállyal ellenkezik, akkor vissza fogja küldeni egy felhívásban a képviselőtestületnek, hogy tárgyaljuk újra, és módosítsuk az ő meglátása szerint. De itt van a képviselőtestületnek egy olyan joga is, hogy már pedig mi úgy látjuk, hogy ez megfelel a jogszabálynak. Úgymond visszaküld, vagy tovább külditek, és akkor ugyanúgy alkotmány? Mi ezt visszaküldjük a kormányhivatalnak, hogy nem értünk egyet veled, kormányhivatal, akkor a kormányhivatal az egészet majd becsomagolva tovább küldi a kúriának, ugye a régi legfelsőbb bíróságnak, és majd akkor a kúria fog döntést hozni a rendeletet illetően. De mondom, direkt azért adtuk oda a kúria kezébe ezt a másikat is, ahol az adó alanya már nem vállalkozás, hanem a vállalkozás mögött lévő tényleges tulajdonos magánszemély. A kettő közülnek az egyiknek jó esélye be kell jönni, és ugye itt nagyon fontos az, hogy ez egyetlen helyi céget, vállalkozást, magánszemélyt nem sarcol ez a rendelet. Sőt, tehát hogyha valakinek helyben van vállalkozás, az eleve a mentességek között fel is van sorolva. Tehát ez kifejezetten arról szól, vannak ilyen címek Ullengyelben, ahol a település lakosi, hogyha elmennek, látnak egy nagy-nagy táblát, pici cég táblákkal. Igen, a székely szolgáltatókról. Ez róluk szól, hogy ők, vagyis hát az ő náluk szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások. Vegyék ki a részüket egy icipicit a településnek a fejlesztéséből. Azért mondom, hogy fejlesztés, mert az építményadó és a telekadó az fordítható az önkormányzat működésére. Tehát azzal az önkormányzat működését tudjuk biztosítani, abból tudjuk fizetni a rezsit az óvodába, a közvilágítást, stb. A települési adók, tehát amit ezek után felsoroltam, azok nem másra fordíthatók, mint a település fejlesztésére és szociális kiadása. Tehát ezek az adók, hogyha bejönnek, ezek jók lesznek olyanra is, mondjuk hosszú távon az önkormányzat képes lesz egy alapot képezni arra, hogy mondjuk a lakosoknál, hogyha valaki, nem tudunk mindig mindenhova pályázni mondjuk járdára, de ha valaki járdát akar építeni a saját ingatlan előtt, ugye eddig semmi más lehetősége nem volt, mint hogy adókedvezményt kapott a kommunális adóból is, azt is maximum 10 évre, tehát mondjuk 40 ezer forintot nyert vele. De innentől kezdve mi tudunk ehhez adni majd ténylegesen pénzösszegeket is, de ez a hosszú táv, először ezeknek az adónemeknek meg kell állni az idő próbáját, és alkalmaznunk is kell, és behajtanunk is kell. Hát úgy érzem, hogy ez mindenképpen precedens értékű lesz talán Magyarországon. Erre fel vagy készülve, vagy ezt várod, hogy valami fajta hullámokat gerjeszt ez a hír? Ezt én tudtam is, mert ugye, hogyha települési adófajtát valakit kitalálna, ugye ott elég nagy szabad kezet kaptak az önkormányzatok, legtöbbjét eddig ugye törvényességi szempontból el is kaszálták, kb. 40-60-80 települési adó van az országban, és azok is dönten kettő részre bomlanak, főként földet adóztatnak, vagy jachtot, tehát például ilyen is van, korábban volt olyan, hogy pónit adóztattak, de ugye mi megkerestük azt a település specifikus lehetőséget, amit, hogyha keresztül tudunk vinni, akkor egyrészt a településnek az egy relatíve jó bevételt tud biztosítani, másrészt, ha ez keresztül megy, akkor biztos vagyok benne, hogy ez egy országos precedens, hogy hiszen innentől kezdve nagyon sok település, ez csak a település nevét kijavítva alkalmazni fogja. Azt gondolom, hogy te is ugye hangsúlyoztad, hogy figyeltetek, és mindvégig a különböző adónemek kitalálása és megvalósítása alatt szem előtt tartottátok, és szempont volt, hogy a helyieket mind kevésbé érintse ez. Így van, tehát mondjuk a belterületi, tehát külterületet szinte semmilyen szinten nem adóztatunk, csak speciális övezeteket, ugye a GKS 2-est mondtam, GKS 4-est, gazdasági általánost,
és a majorság, a régi majorság területén elhelyezkedő vállalkozásokat. Rajtuk kívül senki mást nem érinthet ez az adórendelet, mármint az építményadó és a telekadó. Az építményadó és telekadó egyébként annak alanya, mondjuk a helyben székhelyszolgáltatást nyújtó vállalkozás, ott már mint ténylegesen építmény vagy telek tulajdonos, ő fizetni fog, de viszont a település belterületén a egyéb cégeket is mentesítettük például. Tehát egy boltot nem akarunk megadóztatni, nem akarjuk, hogy másnap ezért drágább legyen a kenyér, mert adót kell fizetnie. Egy postát nem adóztatunk, egy vendéglátóhelységet nem adóztatunk, egyéb kereskedelmi egységet nem adóztatunk. Egyetlen dolgot adóztatunk, a takarékszövetkezetnek az épületét bezárták, ugye, szolgáltatást erről nem még igazán nyújtanak. Mert ott ugye kérdés volt még az automata sorsa, illetőleg, hogy beszélhetünk róla, igen. Bank egy kiadás a településen, erre visszatérünk. Még annyit, hogy a bevezetett adó nemmel, most elsősorban a székhely, az általán székhely adónak nevezett adó nemmel kapcsolatban, hogy próbáltok lavírozni, hogy ne elijessze a már meglévő oda a cégüket bejelentett cégeket, hanem inkább fizessék meg az adót. Hogy mondjam, ez egy jelképes összeg, hogyha egy cégre lebontom. Összességében én azt mondom, hogy ez megint egy jobb kéznyújtás ezeknek a vállalkozásnak. Az elmúlt vállalkozásoknak az elmúlt két évben én nagyon sok vállalkozással felvettem a kapcsolatot, tárgyaltunk is, meg levélben is meg lettek szólítva. Én azt ajánlottam fel nekik, hogy az önkormányzat ugye elvitték a gépjárműadót. Az önkormányzatnak kutya kötelessége a kötelező önkormányzati feladatokat ellátni. Nem akarjuk mi adóztatni a vállalkozásokat, de ehhez az szükséges, hogy egy minimális szinten járuljanak hozzá a település életéhez. Több vállalkozás nagyon pozitívan nyilatkozott, és részt is vesz azóta a település finanszírozásában, de velük szemben meg nem fér az, hogy mondjuk a legnagyobb székhely szolgáltató egyébként még a mai napig az elmúlt két évben nem ért oda tárgyalni velem, hogy egyáltalán tudjunk erről beszélgetni. Tehát velük szemben azt a fellépést meg kell tennem, hogy akkor most egy kicsit erőteljesebb felszólítást idézünk irányában, amely még szint úgy baráti, hiszen az adómértéke az olyan alacsony, de ugyanakkor mégis egy figyelemfelhívó, hogy azért most már te is egy icipicit vedd ki a részedet a település életéből, ne csak a hasznokat szedjed a településen elérhető adóelőnyök által. Még mindig a tegnapi testületi ülés napirendjei között keresgetve volt egy intézményekkel kapcsolatos vita, nyilván itt gondolom az energiaválság kapcsáni spórolás intézkedés keretében beszéltetek az önkormányzat intézményeiről. Egészen pontosan mit akart ez? Intézményekről is beszélgettünk, közvilágításról is beszélgettünk, tehát a spórolási lehetőségeket kerestük. Egyébként semmi más nem történt, mint valójában ilyen könyvtárnak a bezárása. Azt hiszem már beszélgettem erről, vagy beszélgettünk erről a rádióban, hogy az egész önkormányzatnak a gázfogyasztása az 13 ezer köbméter földgáz éves szinten, abból 6600 köbmétert kettő darab ingatlan fogyaszt el, ez nem más, mint a Takarékszövetkezetnek a régi épülete, és a Dózsa-György utca 1-es épületünk, amiben csak egy könyvtárunk üzemel. Tehát ez a két épület, hogyha ennek a fűtését télire lezárjuk, ezzel gyakorlatilag a gáz költségeinket felezni tudjuk. Ezért ebbe a két épületbe ugye fagytalanítottunk, és a gázt azt elzártuk. Viszont egy könyvtárnak az időleges bezárásához, vagy pedig nyitvatartás változásához a fenntartó hozzájárulása kell. Ezért a képviselőtestület határozott arról, hogy az előterjesztés szerinti nyitvatartásban lesz csak nyitva a könyvtár az elkövetkezendő téli fűtési időszakban. Ezt meddig tervezitek, gyakorlatilag február vége, március elejéig? A fűtési időszak. Tehát amikor már elviselhető körülmények lesznek bent az épületben, akkor természetesen üzemszerűen fog tovább működni a könyvtár. Addig bizonyos időpontokban maga a könyvtárosunk már ezt korábban publikálta az interneten, azokban az időpontokban lesz nyitva a könyvtár. Menjünk tovább, többször érintettük már most is a Takarékszövetkezet épületét, és nyilván itt a Takarékszövetkezet bezárása okán felmerülő bankjegykiadó automata működés, hogyan jutnak a településen élők készpénzhez, ez nagy kérdés és visszhangot váltott ki. Úgy néz ki, hogy duplán sikerült megoldani a helyzetet?
Kicsit most gyorsan takarékszövetkezeti épület, hogy a rádióhallgatók is értsék, a régi takarékszövetkezeti épülete, az az önkormányzat tulajdonában van, ugye ott a közveti megbízottunk van csak, az az, amit mivel, hogy önkormányzati ingatlan, ugye télire a fűtését megszüntettük, és a takarékszövetkezetnek van egy újabb ingatlana, amelyben ő üzemelt, egészen addig még úgy nem döntöttek, hogy racionalizálják az ő működésüket, és ez azt jelentett, hogy az új lengyeli helyi ügyfélfogadást megszüntetik, és ugye vele párhuzamban meg akarták szüntetni az ATM szolgáltatást is. Ez volt az utolsó információm, és ezek után kerestem egy másik bankot. Jelen esetben a KNTH az, aki azonnal reagált, és így a régi takarékszövetkezet épületében mi biztosítottunk nekik egy ingatlan részt, ahova ők ATM-et telepítettek. Viszont az ATM telepítést én azt kértem, hogy ütemezzék úgy, hogy amelyik napon bezár a takarék, és megszünteti az ATM szolgáltatást, másnap legyen egy másik bankautomata a településen, ami viszont üzemel, és ki tudja szolgálni a lakosokat. És amikor én ezt publikáltam, szerintem a szeptember 15-ét megelőző héten, aznap már kaptam a telefont a takarékbanktól, hogy tudok-e róla, hogy mégis ott hagynák az ATM-jüket. Én egyébként ezt nem tudtam, de viszont sejteni sejtettem, tehát amint egy bank megneszeli, hogy ő valonnan el akar menni, és ATM szolgáltatást el akar vinni, de egy másik belépne azonnal a helyére, ha én vagyok a bank, én is azonnal úgy döntenék, hogy akkor ott hagyom, nehogy piacot, fogyasztót, vevőt veszítsek azon a településen. Tehát meglepetésként nem ért, de ugyanakkor ténylegesen csak egy-két nappal előtte szóltak nekem, amikor már egy másik bankkal megjegyeztünk abban, hogy az önkormányzat ehhez helyet fog biztosítani. És így adódott ugye az a furcsa helyzet az országban, hogy nulla ATM helyett hirtelen lett kettő, tehát az ATM szolgáltatás az 100%-kal növekedett a településen. Ugye a múltkor, amikor itt voltam, kicsit arról is beszélgettünk, hogy az a bank, amelyik mobilbank fiókként mondjuk valamilyen rendszeressége a településen tényleges ügyfélfogadást fog üzemeltetni, az jelentős piaci előnyt fog szerezni a többi a versenyben, vagy a versenypiacon lévő bankkal szemben. És azt hiszem, amikor itt voltam a rádióban, aznap délután tárgyaltam szintén a KNTH bankkal, akikkel meg is egyeztünk, hogy akkor egy bizonyos rendszerességgel az önkormányzat biztosít számukra helyet, és személyes ügyfélfogadást is tarthatnak majd a településen. Ez most is zajlik, azóta is, talán tegnap vagy tegnap előtt voltak utoljára a településen. És akár most nem akarom nyilván előre vetíteni ezt az együttműködést, de gondolom a bank érdeke is az, hogyha ez a forgalom úgy növi ki magát, akár szó lehet arról is, hogy a végén tényleges fizikai fiók irodát nyit, nem? Én azt nem látom, tehát maga az egész bankpiac az nem erre fele tendál. Én inkább azt látom, hogy ezek a helyszíni, vagy tényleges személy-személy közötti ügyfél kapcsolatok, ezek az egész bankrendszert tekintve lefele tendálnak. Itt is azért a digitális világra fog átállni az egész társadalom. Ez egy átmenet most. Átmeneti évek következnek még. Beszélgetésünk zárásaként kicsit a 2023-as évet kellene vizionálni. Nagyon nehéz, nyilván már olyan értelemben most nehéz nektek, hiszen erre az évre, már mint a 23-as évre lassan már munkálkodtok, gondolom, a költségvetésen is. A költségvetésen én mindig évelején kezdek el munkálkodni. Ilyenkor én relatíve ugye a tényadatokból kiindulva már azért fejben megvan az embernek az, hogy milyen egyéb bevételekre kell szert tenni, vagy pedig nem milyen további átszervezést kell megejtenünk ahhoz, hogy a költségvetés egyensúlya az biztosítva legyen. A tegnap elfogadott helyi adórendelet is gyakorlatilag ezt szolgálja, hogy a jövő évben valamilyen szinten azért az önkormányzat működése az biztosítva legyen. Tehát ugye mi nem tehetjük meg azt, hogy valamelyik hónapban nem fizetünk rezsit, vagy nem fizetjük ki a munkavállalókat, tehát ez egy alap, azt nekünk mit biztosítani kell. Ugye a költségvetés biztonságáért a képviselőtestület a felelős, ha akarjuk, ha nem, oda nekünk mindent meg kell tenni azért, hogy az egálba legyen, a mérleg fel ne boruljon. Még pár kérdés, nyilván itt a vízi közmű kérdésköre merült fel, ugye október 1-i határidővel kellett nyilatkozni a településeknek, hogy hogyan döntenek. Egyelőre akkor most erre ti hogy döntöttetek, mi a helyzet nálatok? Mi csatlakoztunk ahhoz a döntési hullámhoz, hogy mi azt várjuk el egyébként, hogy egy víziközműnek a tulajdonjogáról ne az azt üzemeltető, a tulajdonjoghoz semmi közé nem lévő KFT-vel tárgyalgasson a magyar állam, hanem ténylegesen a magyar
vagy a vízi közművek tulajdonosával, tehát az önkormányzattal. Mi azt várjuk, hogy velünk álljon szóba, és majd, hogyha mi tudunk tárgyalni, akkor utána beszélhetünk erről. Alapból nem vagyunk azon az állásponton, hogy a vízi közművek tulajdon jogáról mondjuk le, nem látjuk azt, hogy azáltal a település vízi közműveinek a fejlesztése jobb kezekbe kerülne, vagy akár mondjuk felújítása jobb kezekbe kerülne, mint ahol most van az önkormányzatoknál. Nem biztos, hogy hosszú távon próbálkozott már ugye az ország olyan rendszerekkel, amikor az állam volt a gazdája mindennek. Nem az biztos, hogy az állam a jó gazda, és egy bizonyos üzemméret felett nem biztos, hogy hatékonyabb egy-egy rendszernek a működése. Mi inkább ezt így látjuk jelenleg, hogy az önkormányzati tulajdonban maradás az lehet, hogy jobb lenne, de mindettől függetlenül van egy gazdasági kényszer, ugye most az önkormányzatokon, mert maguk az üzemeltetőnél a jövő évre vizionált veszteségek és azoknak a finanszírozása, az meg viszont az önkormányzatok dolga lenne valamilyen szinten. Ez lehet, hogy egy-egy önkormányzatok költségvetését meg fogja rengetni, és a gazdasági kényszerből kiindulva lehet, hogy egy-egy önkormányzat máshogy fog hozzáállni. Mi azt mondjuk, hogy egy kicsit várunk, kivárunk. Még szerintem maga a jogalkotó, vagy maga az állam, aki elindult abba az irányba, hogy most ezeket a vízi közműveket így átvegye, nagyon sok önkormányzat nemmel találkozott. Tehát szerintem ők felül fogják vizsgálni most az álláspontjukat, és meglátjuk, hogy mi lesz a következő lépés, következő igény részükről. Mondjuk ez abból is látszhat, hogy egyelőre csak szándéknyilatkozatokat kértek be az önkormányzatoktól, hogy milyen megoldhatatlan feladatnak látják az energiaárak növekményét. Ha azok a szándéknyilatkozatok az ő általuk elképzelt formában születtek volna meg, akkor most már a vízi közmű tulajdonoknak az átadása az folyamatban lenne. Mm-hmm. De ugye ez részünkről nem úgy fogalmazódott meg, ezért nincs átadás folyamatban. Van még egy kérdés, ami szintén még kicsit homályos, ez pedig az orvosi ügyeleti rendszer átszervezése, módosítása, változása. Ezzel kapcsolatban mi a te álláspontod? Én álláspontot még nem alakítottam ki ezzel kapcsolatban. Ugye elvileg ezek nem hirtelen és nem egységesen az egész országot kell, hogy érintsék, párlat programok is vannak. Látnunk kell, hogy mi hogy működik. Azt kell látni, hogy igazándiból, ha ez így is fog menni, maga az átvevő, ha jól tudom, a mentőszolgálat lenne, képes a kapacitásában ellátni ezeket a feladatokat. Másrészt ugye, ha jól tudom, a házi orvosokra is egy többlet ügyeleti kötelezettség is terhelődne. Egy idős házi orvos, aki már épp, hogy mondjuk az általa biztosított időt el tudja látni, azon felül, hogy még ügyeleti rendszerben is ott üljön a telefon mellett, nem tudom, hogy mennyire fog működni, vagy egyáltalán fogja elvállalni, tehát félek attól, hogy a házi orvosi rendszerből nagyon sok házi orvos mondjuk kiesik. De ez még annyira kiforratlan téma, hogy még én álláspontot nem alakítottam ki ezzel kapcsolatban. A beszélgetésünk végéhez érve, nyilván itt vannak az ünnepek, adventi időszak, várakozás. Ezzel kapcsolatban ti hogyan tervezitek az ünnepi időszakot? Mi december 21-én a kultúrházunkban a szokásunknak megfelelően várjuk a település lakosságát szeretettel, a falu karácsony alkalmával. Ez lesz az utolsó ilyen központilag, önkormányzatilag szervezett program, és azok után én semmi más, mint jó szilveszterzést és boldog új évet kívánok mindenkinek majdan, ha addig nem találkozunk. Így legyen. Petrányi Tamással beszélgettünk, új lengyel polgármesterével. Ha nem találkoznánk, áldott békés karácsonyt kívánnék nektek és a településen élőknek. Viszont kívánom mindenkinek. Köszönöm szépen a meghívást.